Csobai sikeren állta már több mint két évtizede a Honvéd család tagja. Kiváló sportlövőnk a BHS-ében kezdte pályafutását, és itt is érte a legszebb sikereit, az olimpiai kvalifikációt és világversenyeken elért dobogós helyezéseit. Vele beszélgettünk múltról, jelenről és jövőről. Én 8. koromban vettem részt az iskolai tehetségkutató versenyen, és utána a gimnazista elsős koromban mentem le a Honvédnak a lőterére. Legelőször izgalmas, kicsit fiús dolog, és kipróbálhattam magam egy olyan dologban, amihez egyáltalán nem értettem, és érdekes volt. Akkor egy pár évig így egy barátnőmmel csak úgy poénból, viccből jártunk lőni, mert úgy izgalmas volt, hogy egy 14 éves lány lő, ez milyen érdekes, de aztán eltelt egy pár év, és hát megnyertem egy országos bajnokságot, és onnantól kezdve úgy gondoltam, hogy akkor ezt komolyan kell venni. Apukám katona volt, és amikor az iskolában azt mondták, hogy tehetséges a gyerek, akkor egyenesen a Honvéd lőterére vitt le. Én 1992 óta vagyok honvédos, tehát most már 25 éve, és nagyon büszke vagyok arra, hogy egy klubnál töltöttem az eddigi pályafutásomat, úgyhogy mindenkinek ajánlom a Honvéd lőterét. Hosszú-hosszú idő után végre 2014-ben megszereztem az olimpiai kvótát, és ráadásul a világbajnokságon, ahol tulajdonképpen 2 bronzérmet hoztam haza, és ez egy óriási nagy dolog, mert mind a két számban döntőzhettem, légpisztollyal és sportpisztollyal is a világon egyedüliként döntőben álltam, ráadásul az egyikkel egy bronzérmet szereztem, ami már 30 év után lett újra érem Magyarországnak sportpisztollyal, és erre vagyok a legbüszkébb. Aztán még megnyertem egy bronzérmet a következő Európa-bajnokságon is, azóta pedig minden megy tovább. Rióban, amikor a záró ünnepségen vettünk részt, és ott ugye átadták az olimpiai lángot tulajdonképpen a tokiói szervezőknek, akkor nagyon nagy lendületet kaptunk, és úgy gondoltuk ott nagyon sokan, hogy Tokióban is ott a helyünk. Úgyhogy mindenképpen szeretném megpróbálni. Nekünk most kezdődik a szezon, pont tegnap este jöttem haza Nyíregyházáról, a Hungarian Openről. Ez volt az egyik legrangosabb hazai verseny, és most kisebb nemzetközi versenyek lesznek még a télen, de jövő februárban már Európa-bajnokságunk lesz Győrben. Csak a Honvéd!